A magyar védőoltási rendszernek köszönhetően nincs szamárköhögés járvány, a betegség szorványosan fordul elő, de a jelenlegi adatok szerint gyorsulva terjed. Európa néhány országában, például Ausztriában, Dániában és Norvégiában már 2023-ban megkezdődött az esetszámok emelkedése, hazánkban viszont csak 2024. 20. hetétől. Július közepéig országosan összesen 153 szamárköhögés gyanús megbetegedésre érkezett bejelentés a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz. A laborvizsgálatok eddig 65 esetben megerősítették, 34 esetben viszont nem támasztották alá a klinikai diagnózist. A legveszélyeztetettebb korosztály az újszülöttek és a csecsemők. Azért, mert ők védtelenek és még nem kapnak oltást. 2 hónapos korban megkezdődik az a oltási sorozat, amivel több oltáson keresztül védetté tudjuk tenni a csecsemőket. Ugyanakkor meg nem az egyedüli korosztály, aki veszélyeztetett, mert ugyan a népesség át van oltva ezzel a betegséggel, ezzel a védőoltással, de ezeknek a védettségi tartalma korlátozott, és bizony 5 évenként megjelenik a világon, Magyarországon is ez a betegség, és most sajnálatos módon még halálesetekkel is jár, és ugye azok az egyének, akiknek a védettsége valamilyen oknál fogva csökken, például mert idősek, mert legyengültek, azok épp hogy ki vannak téve, csak mivel egy picit mégis védettek, mert valamikor megkapták az oltást, nem olyan súlyos a lefolyás, mint a csecsemőknél. Tehát a legveszélyeztetettebbek a kis újszülöttek, 2 hónapos korig, újszülött kora csecsemő, meg az idősebb korosztály. Felnőtteknél és az oltottak körében jellemzően enyhén zajlik le a megbetegedés. Mivel ezt a fertőzést baktérium okozza, antibiotikummal jól kezelhető. A felnőttkori lakosság tartós köhögésének körülbelül 10-néhány százaléka mögött lehet a szamárköhögés kórokozója, és ugye az egyik jellemző tünete a kóros és tartós köhögés. Na de azért, bocsánat, nem ebből áll a betegség, ettől még nem lenne semmi baj. Hát ez egy nagyon súlyos bakteriális fertőzés, ami önmagában is veszélyezteti, kimerül a szervezet, a nagyon erős köhögés a pici gyerekeknél, meg jön a szövődmény. Tehát emiatt sajnos még halálesetek is előfordulnak. A haláleset a legvégső szövődmény, de előtte sok mindent megtapasztal az, aki szamárköhögésben szenved. A tüdőt betegíti meg, és hát ugye, ha például egy laboratóriumi vizsgálat történik, akkor a normális 6-8 ezres fehérvésejtszám helyett 100 ezres nagyságrendű fehérvésejtszám. Ez a laboratóriumi háttér. És a szövődmény pedig még egyszer az, hogy a tüdőszövete, főként a hörgő körüli kötőszövet begyullad, a gázcserét rontja, annyira, hogy nincs légzés, és nem kap elég oxigént a szervezet, és az intenzív köhögés miatt pedig a kimerülés okozta szívelégtelenség is kiváltva, meg a kis csecsemőknél azt mondjuk latinul, hogy apnoé, légzés kimaradás következhet be, és egyszerűen megfullad a gyermek. Szakemberek azt mondják, az újszülöttek úgy védhetőek meg a legjobban, ha az anyuka a várandóság utolsó 3 hónapjában megkapja az emlékeztető oltást. Jelenleg a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a hatóság folyamatosan monitorozza.